130 milliós beruházás, megújult a nővérszálló. Felújított sportpálya, átadták a diákoknak. Kézilabda ünnep a Veszprém játszott Orosházán. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió szeptember 15-i pénteki híradóját látják. Köszöntöm a kedves nézőket! Átadták a 130 millió forint uniós támogatásból felújított orosházi nővérszállót kedden délután. A belvárosban található többszintes épület energetikai korszerűsítése februárban indult. A nővérek és orvosok most egy korszerű, a korábbinál sok szempontból takarékosabb épületet vehettek birtokba. Az utóbbi 20 évben nem történt komoly előrelépés a korábban olajos szállónak nevezett épülettel kapcsolatban. Egészen 2016-ig, ameddig be nem adtuk a pályázatot a felújításra, fogalmazott a nővérszálló hivatalos átadásán szeptember 12-én a kórház főigazgatója. A 130 millió forintos uniós támogatásból a homlokzatot és a tetőt leszigetelték, és a kültéri nyílászárókat is kicserélték. A külső homlokzat felújítása, tetőnek a hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a tűzvédelmi rendszer felújítása, tűzgátlóajtók beszerelése, illetve a villámvédelemnek a felújítása történt meg ebből az összegből. Az átadón részt vett a térség országgyűlési képviselője, Simonka György elmondta, hogy a mostani és hasonló beruházásokkal szeretnék elérni, hogy megálljon az emberek elvándorlása Békés megyéből, ahol ez most az egyik legnagyobb probléma. Most ott tartunk, hogy a nővérszálló van soron, és az orvosi rendelők, a házi orvosi rendelők. A házi orvosi rendelőnként 30-40-50 esetenként 100 millió forintot tudunk rájuk költeni, hiszen ott azért védőnői szolgálat is van, ott vannak orvosi rendelők, ott vannak fogorvosi rendelők, és a nővérszálló is nagyon fontos, hiszen szeretnénk, hogyha a szakorvosok, a szakápolónők ide jönnének a térségünkbe, vagy nem mennének el, és sok esetben biztosítani kell nekik lakást. A kórházban dolgozó nővérek és orvosok egy olyan épületbe költözhetnek be, amelyik minden korszerű elvárásnak megfelel, tette hozzá Simonka György. Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere a felújítás kapcsán kiemelte, a csaknem 40 éves épület korszerűsítése már nagyon szükségszerű volt. Egyrészt a költségek csökkentése, másrészt a nővérszálló lakó egészségügyi dolgozók életkörülményeinek javítása érdekében is. A külsejében is megújuló épület pedig nagyban javítja Orosháza város képét. A tervek szerint az egészségügyi fejlesztések nem állnak meg, újabb pályázatok és beruházások segítségével korszerűsítik a közeljövőben a térség más intézményeit is. Egy jelentős beruházás fejlesztés végére tettek pontot csütörtökön délután a Székácsi József Evangélikus Általános Iskola udvarán. A felújított sportpályát és udvart adták át hivatalosan is a diákoknak. Egy esztendővel ezelőtt még így nézett ki az Evangélikus Általános Iskola udvara és pályája. A nem éppen ideális állapotokat jelentősen megjavította a most elkészült több új fejlesztés. Mi is ezt régóta vártuk, hogy eljön ez a nap, hogy megtörténjék az átadás, és holnap reggeltől a gyerekek mindent csorbítatlanul igénybe vehetnek. A felújítás részeként a sportpálya méretét a szabványokhoz igazították, kialakították körülötte az új futópályát, és mindkettő új rekordtán burkolatot kapott. Új fedett és a korszerű igényeknek megfelelő kerékpártárolót alakítottak ki a gyerekek kerékpárjai számára. A pálya mellett elkészült a mini lelátó, emellett jelentős fejlődés a világítás megépülése is. A rekordtánnal borított hajdan volt kisebb méretű kézilabdapálya vagy kispálya, ami most 4 sportágnak ad lehetőséget a felfestés alapján. Az, hogy futni lehet, az már az 5. sportág, 6. az atlétika, hogy távolt lehet ugrani, lejtőn vagy emelkedőn lehet futni. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az egyházak, egyházi intézmények részére kiírt pályázaton sikerült az egyházközségnek az anyagiakat előteremteni. Simonka György országgyűlési képviselőnk, a térség országgyűlési képviselő örült, amikor hallotta, hogy miben gondolkodunk, hogy ilyen pályázatot kívánunk benyújtani, és maximálisan támogatta ő is ennek a pályázatnak a sikerességét. A mindennapos testnevelés bevezetésével megnövekedett óraszám miatt nőtt a létesítményigény. Az új pálya sokban könnyíti a testnevelők és a diákok dolgát is. Próbáltuk úgy összeállítani, hogy praktikus legyen. Nyilván a megnövekedett óraszámok azt az igényt támasztották, hogy ugye több osztálynak is egyszerre testnevelés órája van. A pályát is úgy próbáltuk meg összeállítani, akár a kézilabdapályát, illetve a focipályának is nevezhetjük, hogy egyszerre több osztály is tudjon rajta órát tartani.
Péntek reggel a gyerekek már nagy örömmel birtokba is vették a létesítményeket. Újdonsággal készült a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a nyár folyamán a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szakmák tanulására ösztönző, azokkal kapcsolatos információkat tartalmazó diáknaptárral ajándékozták meg a Békés megyei 8. osztályos diákokat. Az ötvös iskolában járók szeptember 8-án vehették át a kiadványt. A két intézmény összesen 151 végzőse érteklődéssel fogadta a diáknaptárt, amellyel az volt a kamara célja, hogy valóban hasznos és használható segítséget adjon a gyerekek kezébe. Egy valódi diáknaptárt tartanak a kezükben, de elrejtettünk bele olyan információkat, ami a 8. osztályosokat segítheti a továbbtanulásban. Így például benne vannak a szakképzési intézmények pontos megnevezései, elérhetőségei, az ismert nyílt napok és egyéb pályaválasztással kapcsolatos események időpontjai, felsorolja a tanulható szakmákat. A kezdeményezés mellé odaállt az egyik Békés Csabai nyomda, így a Nemzetgazdasági Minisztérium erre a célra felhasználható keretéből a lehetséges 400 darab helyett 2000 példány készült. Így tudtunk 2000 darabot készítetni, mintegy 3000 nyolcadikos van a megyében. Ez jelentette a legnagyobb problémát, hogy kik maradjanak ki, és végül is hát találomszerűen hagytunk ki gyerekeket, illetve azért vannak olyan iskolák, akikről mi is tudjuk, ez egy nyílt titok, hogy nem elsősorban a szakképzés felé irányítják a gyerekeket. Míg az iparkamara nem titkolt célja, hogy pályaorientációs tevékenységével a szakképzés felé terelje a diákokat. Ennek keretében továbbra is szervezi az üzemlátogatásokat, osztályfőnöki órákat, szülői értekezleteket, és készül a novemberi pályaválasztási vásárra is. Feketém címmel nyílt meg szeptember 8-án Gulácsi Viktor fotográfus első önálló fotókiállítása a Városi Képtárban. Monokrom képein a minket körülvevő környezet köszön vissza, miközben időtlenné varázsolják a pillanatot. Viktort középiskolás korában ragadta meg a fényképezés világa. 16 éves lehetett, amikor az első fotóit készítette, a rajongás pedig azóta sem múlt el. Mindig csak azt fényképezem le, mi az aktuális környezetem, erről is szól ez a kiállítás, igazából így az utóbbi 3 év képei vannak itt most kirakva. Igazából csak tényleg arról szólnak, hogy hogyan látom ezt a kis környezetet magam körül. Nekem ez nagyon tetszik, és ezt így szerettem volna barátaimnak megmutatni, azért is lett ebből igazából kiállítás. Kezdetben mindenhová fényképezőgéppel járt, ma már tudatosabb a témaválasztásban, csak arról készít felvételt, ami megtetszik neki. Eközben folyamatosan csiszolja a tudását, sokat tanult például Pálinkó Gábortól. Akinek így a neve, lehet, hogy nem mond sokat így az embereknek, mert egy elég úgymond érdekes életet élő ember, tehát így. Ő nem olyan közélete személyiség, mégis nagy fotográfus, és tőlem még nagyon sok inspirációt kaptam, ami már ilyen tanító jellegű is volt, mert így a mi beszélgetéseimben mindig szó esett arról, hogy hogyan és miért kell és lehet fényképezni perspektíváról, meg gépbeállításokról, egyéb technikákról tanultam tőle, meg hát láttam nála szép régi fényképezőgépeket, és én is megszerettem őket, aztán azóta gyűjtöm őket, és ezekre fényképezett leginkább. Nekem volt egy olyan érzésem, ami ugye ellentmondásos, mert a műfajjal picit ellentmondásba keveredett, hogy ezek a képek, illetve bizonyos hangulatok nem a pillanatot ragadják meg, hanem épp ellenkezőleg az időtlenséget sugallják. Gulácsi Viktor felvételeit először, de minden bizonnyal nem utoljára láthatja Orosháza, bár saját bevallása szerint a következő kiállítására legalább 2-3 évet várni kell. Cserébe azonban oda már filmre fotózott pillanatait hozza. Aki nem szeretne addig várni, október 10-éig ismerkedhet meg a mostani tárlattal. Folytassuk a híradót sporttal. Kézilabda ünnepre készült az ötvös csarnok közönsége kedden este. Mivel a Telekom Veszprém volt a zöldsárgák ellenfele, már egy órával a találkozó előtt megteltek a lelátók. A sokszoros bajnok, Bajnokok Ligája bronzérmes ezúttal teljes csapattal, világsztárok egész sorát felvonultatva érkezett. A találkozó előtt a játékosok és a közönség egy perces néma főhajtással tisztelgett az orosházi csapat törzszurkolója, támogatója, a nemrég elhunyt Nagy László emlék előtt. A dugik telt lelátók előtt gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés. Szulics góljára Gyene tudott válaszolni, de sajnos itt volt utoljára egyenlő az állás. A feszesen, keményen, gyors lábbal védekező vendégek fala mögött Alilovics sorra mutatta be a szebbnél szebb védéseket, és a gyors kontrákból hamar elléptek a vendégek.
A sokszoros válogatott Nagy László negyedik találatával a 19. percben alakult ki először a 10 gólos különbség. A félidő hajrájában rákapcsoltak Antal Szabolcsék, és egy 5-0-ás rohammal feljöttek -6-ra, de rátettek egy lapáttal a bakonyiak is, így 13-21 állt szünetben az eredményjelzőn. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a Veszprém itt lehetett Orosházán, és komolyan vették ezt a mérkőzést, és úgy gondolom, hogy minden kilátogató, néző ezért jött ki, hogy ezt a Veszprémet láthassa. Nagyszerű élmény ellenük játszani mindig. A második játékrészre sort cserélt Franyes mester, de a csere sorral is egy kisebb világválogatott jött a pályára. Hamar visszaállt a 10 gólos különbség. Időnként nagyon szép dolgokat láttunk Budai Dániel együttesétől is, de ezzel együtt sem sikerült megakadályozni, hogy a Veszprém növelje előnyét. Nem tudtunk olyan sebességgel visszarendeződni, mint amilyennel a vendégek támadtak. A mérkőzés utolsó 10 percében a fiatalokat is bedobta a mély vízbe Budai Dániel mester. Zvolenszky, Bella, Mihály és Zalai juniorkoruk ellenére sem okoztak csalódást, megállták helyüket a sztárokkal szemben is. A Veszprém végig komolyan vette az összecsapást, és egy pillanatnyi lazítást sem engedtek meg maguknak Franyes figyelő tekintete előtt. A Celje elleni összecsapásra készülve láthattunk tőlük kemény védekezést és villámgyors támadásokat egyaránt. Jó estét kívánok! Megtettük azt, amit a mai napon meg kellett tennünk. 60 percig tempós kézlabdát játszottunk, néha jól, néha rosszul. Voltak nehéz pillanatok, amiket az ellenfél kapusa okozott nekünk, de összességében elégedett vagyok csapatom produkciójával. A mieink sem csalták az időt. Tempót mentek végig, és gyakoroltak olyan elemeket is, amelyeket majd későbbi meccseken lehet hasznosítani. Láttam sok szép dolgot a csapatomtól, amit természetesen a mi szintünkön, amit majd a közeljövőben úgy gondolom, hogy tudunk hasznosítani, és a velünk azonos képességű csapatokkal meg fogjuk tudni vívni a kis harcainkat. Orosházi FKS Linamár, Telekom, Veszprém, 21-40. Fehér plasztronos vívók népesítették be az Árpád-kertet vasárnap délelőtt. A Vívás világnapja rendezvénysorozathoz csatlakozva léptek a nyilvánosság elé a sportág orosházi képviselői. Szeptember 10-én a Vívás világnapján több mint 25 országban mintegy 1000 egyesület sportolói lépnek pástra egyszerre. A Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület is csatlakozott a megmozduláshoz, és hogyan ünnepelhettek volna méltóbban, mint vívással. A klub sportolói vezetői már reggel kihozták a sisakokat, kardokat és egyéb kellékeket az Árpád kertbe, sőt egy alkalmi pástot is kialakítottak, ahol a versenyzők bemutató jelleggel küzdöttek egymás ellen. A füvön, a járdán és minden egyéb elképzelhető helyen az érdeklődő gyerekeket várták, akik kipróbálhatták a sportágat, kezükbe foghatták a kardot. 30 fölött van a tanítványok száma, versenyzők vannak, háromszoros vidékbajnok versenyzőnk van a Kovács Balázs személyében, aki most hazajött Budapestről és itt asszókat vezet. Hetente 5 alkalommal tartunk edzést a református általános iskolába délután 5-től fél 8-ig. Ugyanakkor most már évek óta, 6 éve, egész pontosan 6 éve megy az iskola vívás, vagy suli vívás a református iskolában. A délelőtt leglátványosabb attrakciója kétségkívül a flashmob volt, amelyen a helyi egyesület versenyzői mellett felléptek a Gyulai Vívó Egyesület sportolói és a református iskola suli vívás programjában résztvevő gyerekek is. Diákolimpián ott 6. helyezést értem el, voltam suli vívó versenyen Budapesten, ott első helyezést értem el. Pontban 11-kor bevonultak a térre a vívók, és körben a járdán egyszerre kezdődtek el az asszók. Rendkívül látványos volt a sok fehér plasztron, a több mint 50 kard vívás, de a közös tisztelgés közben is. Nem hiányoztak a kemény és látványos összecsapások sem, melyek során még a szökőkútban is vívtak a párbajozók. Az érdeklődők számát látva a vasárnapi bemutató jól szolgálta a sportág utánpótlásának gyarapodását. És még egy hír a technikai sportok világából. A sugárhajtású, a robbanómotoros meg a gázturbinás. Többek között ilyen modern repülők vették birtokba a hétvégén az orosházi repülőteret, ahol szeptember 9-én már 17. alkalommal rendezte meg az Orosházi Városi Modellező Klub a Nemzetközi Modell Repülőnapot. Az érdeklődés ezúttal sem maradt el, és nem csak a résztvevők, de nézelődők is érkeztek szép számmal, hogy megfigyeljék, esetenként megcsodálják a nagygépek minitársait. Napsütés, végtelen róna, csend. Igaz, utóbbit időnként megtörte a modellek motorjainak hangja, de ebben a társaságban ez olyan zaj volt, ami senkit sem zavart.
Az igazán fanatikusok már pénteken késő délután megérkeztek lakókocsijaikkal a reptérre. Egy közülük, Kratochvíj Rudolf, aki mondhatni oszlopos tagja az orosházi repülőnapoknak, 12. alkalommal jött el hozzánk a fővárosból. A társaságért, a jó hangulatért és a nagyon remek környezetért jövök idere. Ez már be van írva minden évi programomban, hogy itt szeptember első vagy második hétvégéjén itt kell, hogy legyek. Elsőként szoktam érkezni, és utolsóként szoktam elmenni innen a reptérről. A modellrepüléssel 17 éve foglalkozik, az érdeklődés azonban a gyerekkorra nyúlik vissza. Akkor látott Budapesten a hármas határhegyen modell vitorlázó repülőket, és megfogadta, hogy ha lesz alkalma, ideje, valamint az anyagi lehetőségei is engedik, akkor megpróbálkozik ezzel a hobbival. Időközben minden összejött, és szerelmese lett a repülőknek. Egyrésztről nekem nagyon tetszik az, hogy az igazi nagygépeknek a másolataival repülünk, másrésztről az összetettségében az, hogy először egy alkotással kezdődik, egy megfeszített munkával, aztán az izgalommal az első kipróbálása, és akkor utána jönnek az élvezetes dolgok a beállítás után, hogy az ember munkájának a gyümölcsét azt próbálgathatja, bemutathatja. Az orosházi klubnak mintegy 30 tagja van, ebből aktívan 10 modell repülőznek. Többségük kint volt szombaton a reptéren, és még változatosabbá tette gépeivel az amúgy is sokszínű felhozatalt. Kis elektromos repülőktől kezdve a 200 köbcentis négyhengeres robbanómotoros repülők vannak, van 2 gázturbinás, azok közelékbe fognak repülni, és kvadrokopterek, mindenféle jó dolog van itt. A nap népszerűsége évek óta töretlen a modellrepülős társadalomban. Idén érkeztek többek között Jászapátiból, Szegedről, Őcsényből, Kecskemétről, Budapestről résztvevők. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy maga az orosházi klub is jó hírnévnek örvend, másrészt pedig, mert mindenki kötetlenül repülheti azt, amit szeretne. Híradónk végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat, röviden. 130 milliós beruházás, megújult a nővérszálló. Felújított sportpálya, átadták a diákoknak. Kézilabda ünnep a Veszprém játszott Orosházán. Ez volt az Orosházi Városi Televízió szeptember 15-i pénteki híradója. Friss híradóval legközelebb kedden jelentkezünk, akkor Andrea kolléganőm várja önöket. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót kívánok, a viszontlátásra!